Köszöntöm a videó nézőit, egy érdekes és emelt szintű témakörrel fogunk most foglalkozni. A tömegkultúra létrejötte és hatása címet viseli ez az óra. Én arról az oldalról szeretném megközelíteni, hogy szeretnék magának a popkultúrának a fejlődéséről adni egy képet az 1940-es évek második felétől a 70-es évek elejéig, majd pedig utána a hatásaira is remélem, hogy marad időnk, és onnan szeretném elindítani a témát, hogy tulajdonképpen ez a tömegkultúra, ez a popkultúra, ez egy olyan folyamat eredménye, a megszületése és a kialakulása és a formálódása és az eszmeisége, amely az 1945-ös év, a II. Világháború vége után kezd el felerősödni, ez az eszmeiség, ez a gondolkodás, hiszen gondoljunk bele, egy olyan traumán van túl a világ, amihez képest ez a mostani világjárvány, ami 2020-ban tombol a világon, ez hát nagyon gyenge trauma. Hiszen 125 millió ember veszíti életét a II. Világháborúban, egy népet, a zsidóságot majdnem kiirtanak, mindezt állami eszközökkel, egy modern ideológia, egy modern állam a legmodernebb technológiával teszi. És tulajdonképpen ez a háború akár a hátországban, akár az óceán túlpartján, az Egyesült Államokban, akár a frontról visszatérő emberek lelkében, vagy a táborokból visszatérő emberek lelkében óriási traumákat ad, és tulajdonképpen egy nagy kiábrándulást hoz az akkoriban még általánosnak mondható klasszikus nyugati műveltségből és gondolkodásmódból és életvitelből. És az amerikai Egyesült Államokban elsősorban megjelenik a 40-es évek második felében az úgynevezett beat költők mozgalma, akik tulajdonképpen a társadalmi normák felrúgásáról írnak, és a társadalmi normákat felrúgva folytatják az életüket. A kábítószerfogyasztás, az alkoholizmus, a jazz legszélsőségesebb formáinak, például a bebopnak a hallgatása, illetve a szexuális devianciák elfogadása és gyakorlása jellemzi ezeket a személyiségeket, és ugye közülük is kiemelkedik a képen, még a védjegyévé vált, későbbi védjegyévé vált szakálla nélküli Allen Ginsberg költő, aki ugye egy zsidó származású fiatalember, homoszexuális, és New Yorkban, a világ egyik legneurotikusabb városában él és alkot, és a hagyományos zsidó gondolatrímelésen keresztül indított verseiben gyakorlatilag szürreális és apokaliptikus világképet és világértelmezést közöl a hallgatóival, vagy hallgatóival is, hiszen felolvasásokat is tartanak akkor. Vagy itt van Jack Kerouac, akinek a legismertebb műve az Úton, a francia gyökerekkel rendelkező egyébként alkoholista író, pedig súlyosan alkoholista író, pedig leírja azt a könyvet, megírja azt a könyvet, a hagyomány szerint egy lélegzetvételre, de tudjuk, hogy a világirodalom egyik legjobban, leggondosabban szerkesztett munkájáról beszélünk, az Útonról, amely tulajdonképpen a beat nemzedéknek, majd az azt követő ifjúsági mozgalmaknak egészen napjainkig a bibliájává vált, amelynek a kulcsüzenete az, hogy az úton levés, az utazás, az élet és a megérkezés a halált jelenti tulajdonképpen. De ide sorolhatjuk William Burroughs-t, Lawrence Ferlinghettit vagy G.D. Salingert, akik mind-mind ismert költők és írók, és Ken Casey is ide köthető, és meghatározzák tulajdonképpen a 40-es, 50-es években, 60-as évek elején született munkáikkal a felnövekvő nemzedékek gondolkodásmódját.
Még az újságíráshoz is kapcsolódna egy későbbi szerző, Hunter S. Thompson, aki tulajdonképpen a mai újságírásnak az ős archeotípusa, hiszen az, amit ő gonzó újságírásnak nevez, amely nem csak a tényközlés, amely a klasszikus újságírás alapja, a híreknek a tényszerű közlése, hanem a véleményezés és mindez esetleg trágár és szubkulturális kifejezések használatával, ezt Thompson alkotja meg, és ha körülnézünk az általunk, ugye most már elsősorban interneten elérhető anyagokban, akkor bizony ma ez az újságírás mainstreamje. Tehát a beat költők feszegetik azokat a hagyományos határokat először a II. Világháborút követően, amelyekben addig az ifjúság és a kultúra mozgott. Az 50-es évek elején megjelenik a rock and roll, amelynek emblematikus képviselője Amerika királya Elvis Presley, ugye ez a zenei stílus és életérzés a gospel, spirituális, jazz és blues műfajokból táplálkozik, és ifjúsági kultúrává válik. Ez az az időszak, amikor először nagyon élesen elválik a fiatalság és az idősek hát ízlése, és az Elvis Presley egy olyan szerző, aki részben azért lett nagyon ikonikus, mert fekete hangja volt, de fehér fiú volt, és az akkor még szegregált Amerikában ezzel nagy karriert lehetett befutni. A tánc és a fogyasztás kapcsolódik ez a zenei stílushoz, és a fehérek és feketék közötti határok lerombolása kezdődik el, és tulajdonképpen ebből a dologból, ebből a új ifjúsági kultúra születéséből emelkedik ki JFK, azaz John Fitzgerald Kennedy, Amerika akkor legfiatalabban megválasztott elnöke, 1961-63 közötti elnök, aki ugye elsőként fogalmazza meg a 20. század utolsó harmadának amerikai küldetés tudatát, küldetési üzenetét, és itt nem elsősorban arra gondolok, amit mondott, hogy az évtized végéig embert küldünk a Holdra, és azért csináljuk meg, nem azért csináljuk meg, mert könnyű, hanem pont azért, mert nehéz, hanem arra gondolok, hogy ő az, aki először mondja ki a fiatalok számára, hogy ne azt várd, hogy mit tehet érted a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazádért. És ez elindít egyfajta politikai és gondolkozási aktivizálódást a fiatalok között. Ehhez kapcsolódik a művészet elsilányítása nagyon magas szinten, Andy Warhol és a The Factory nevű gyára, ami tulajdonképpen egy sztárgyár, és Andy Warhol egy cseh származású képzőművész tulajdonképpen megmutatja a világ számára, egyik leghíresebb művét látjuk itt, a Campbell's paradicsomleves konzerv dobozát, hogy a legegyszerűbb dolog is lehet művészet. És ugye ő neki az egyik mondata, alapmondata, hogy mindenki lehet 15 percre híres. Talán most ez az én 15 percem, amíg önök engem néznek. Tehát magyarán az addig az emberektől távol levő magas művészetet lehozza az átlagember szintjére, és azt mondja, hogy nem olyan nagy kunszt ez, hogy művészetet csinálni, vagy sztárnak lenni. Ugyanekkor a 60-as évek elején egyre erősebb a polgárjogi mozgalom Amerikában, ehhez ugye kapcsolódik többek között a korabeli amerikai folk zene, a protest songok, tiltakozó dalok világa, és ebből születik meg tulajdonképpen a néhány éve Nobel-díjat kapott Bob Dylan munkássága is. Ez a polgárjogi mozgalom a szegregáció, az elkülönítés ellen, feketék-fehérek elkülönítése ellen zajlik, és ugye itt kapcsolható két személyhez, Martin Luther Kinghez, akinek volt egy álma arról, hogy a fehérek és a feketék egyenjoguként élnek Amerikában, és ugye ő a békés, erőszakmentes polgárjogi mozgalmat hirdette, volt egy társa, eszmei társa, aki viszont más utat választott, Malcolm X, aki pedig
muszlim hitre tért, ugye Martin Luther King baptista lelkész volt, Malcolm X muszlim hitre tért, és azt mondta, hogy fekete forradalmat kell csinálni Amerikában, és erőszakkal megdönteni az elnyomó fehérek uralmát. És 1968-ban mindkettőjüket meggyilkolták, és ezek a politikai merényletek óriási zavargásokat váltottak ki az amerikai fekete közösségekben. Szerepel ezen a dián Rosa Parks neve, aki a legkülönösebb dologgal indított el adott egy új hullámot a polgárjogi mozgalomnak. Ez egy egyszerű háziasszony volt, ha még szabad ilyet mondani 2020-ban, és fekete. És a feketéknek az amerikai délen a buszok hátsó részében kellett leülni, de egy esetben Rosa Parks leült a sofőr mögötti ülésre. És leszállította a sofőr, és ezután a feketék tömegei és a velük szimpatizáló őket jogosan támogató polgárjogi harcos fehérek, így utána hosszú hónapokig nem használták a tömegközlekedést, és gyalog jártak a Rosa Parks-szal való szolidaritásban. Majd amikor nagyon későn, talán már Obama elnök idején megkapta Rosa Parks a bíbor szívet, akkor megkérdezték tőle, hogy miért ült le, volt-e valami politikai célja azzal, hogy leült az első ülésre a sofőr mögé, és Rosa Parks nagyon őszintén mondott, nem volt semmi különös politikai célja, csak fájt a lába. Az 1960-as években születik meg a hippi mozgalom, amit Milos Forman hercímű filmje nagyon szimpatikussá tett az emberek előtt, de ez valójában egy nagyon érdekes mozgalom volt. Hozzá tartozott a Timothy Leary által, egy amerikai pszichológus által propagált tudattágítás programja, ami elsősorban az LSD nevű kábítószerhez kötődött, ami a 60-as évek közepéig legálisan elérhető volt az amerikaiak számára, és Leary pszichológiai és pszichiátriai praxisa során LSD-vel kezelt embereket, mondván, hogy ezek a kábítószeres utazások kitágítják a tudatát az érintett félnek, és meg fogja érteni a világegyetem összefüggéseit, meg a saját problémái fölé tud emelkedni. A hippik ebben a tudattágító és a normál élettől elszakadó életvitelt is folytattak, kivonultak a társadalomból, és kommunákat alapítottak, ahol minden közös volt, nem csak az étel, a ruha, hanem a minden. És a keleti miszticizmus ekkor a 60-as években a többek között a Beatles nevű amerikai, vagy bocsánat, brit zenekar tagjainak a Maharishi nevű jógihoz való látogatása miatt a keleti miszticizmus, a meditáció, a transzcendentális meditáció, a buddhizmus és a hinduizmus különböző formái rendkívül népszerűvé váltak a nyugati világban, amely egyre inkább kiábrándult és eltávolodott a nyugati civilizáció görög, római és zsidó keresztény gyökereitől. És bizony a hippik a munka felé sem álltak nagyon tevőlegesen, és elítélték a munkát és a jövedelmet, mint a rabszolgasság egy formáját, és nagyon sokan közülük koldusok lettek, és az egyik központjuk ugye San Francisco volt, ahol a Haight-Ashbury Park környékén csoportosultak, és természetesen a hagyományos házasságot is elítélték, és szexuális szabadosságot hirdettek. A hippikből konvertálódott ki a Yippik csoportja, a Youth in Politics, fiatalok a politikában mozgalom, amely meghirdette ugye a virághatalom, ahogy a képen is látjuk egy Vietnam ellenes tüntetés kapcsán uralmát, és ők a demokráciáért és a szabadságjogokért nevű szervezetet alapítottak, és Berkeley Egyetem volt az egyik központjuk. Két fiatalt emelnék ki közülük, akikre később még visszatérünk, Abby Hoffman és Jerry Rubin, akik többek között az úgynevezett Chicagói hetek csoportjához is tartoztak. Ők voltak azok, akik meghirdették a Ne bízz senkiben 30-on fölül
programját, magyarán, hogy a fiataloknak át kell venni a hatalmat Amerikában, és persze a világon is, és ebből lesz egy új világrend. És nagyon érdekes, hogy amikor Jerry Rubintól megkérdezték, amiután elmúlt 30 éves, hogy most hogyan tovább, bízik-e önmagában, akkor persze azt mondta, hogy az életkor az csak egy jelképes dolog. Hozzátartoztak az ifjúsági kultúrához a fesztiválok, ahogyan említettem, a Newporti Folk Festival, a Monterey Festival volt az első nagy ilyen demonstrációja az új ifjúsági popkultúrának, tömegkultúrának, és ugye a legismertebb, a plakáton meghirdetett 3 nap béke és zene fesztivál Woodstockban, ahol 500 000 fiatal gyűjt össze, és egy anyagi csőd volt a szervezők számára, de szerencsére utána a belőle készült film, a lemezek, a kegytárgyak, a plakátok, pólók, kitűzők óriási üzletet jelentettek és jelentenek a mai napig. Több fesztivál is volt, még az Altamontiról szeretnék beszélni, kevesebb mint fél évvel Woodstock után, 1969. decemberében a San Francisco közelében lévő Altamontnál a Rolling Stones és több más zenekar adtak egy ingyenes koncertet, amelynek a során rengeteg erőszakos cselekmény történt, hiszen az úgynevezett Hells Angels, Pokol Angyalai nevű motoros szervezet, amely a dél-kaliforniai kábítószerkereskedelem egyik központi szereplője volt, elvállalta rengeteg mennyiségű sörért és LSD-ért a rendezői feladatokat, majd amikor már tudatmódosítottak, akkor rengeteg embert bántalmaztak, és egy Meredith Hunter nevű fekete fiút meg is gyilkoltak ezen a fesztiválon, agyon is szúrták ezzel az új ifjúsági kultúra álmát. Ugye ebben az időben, a 60-as évek közepétől zajlik a vietnámi és indokínai háború, amely megosztja az amerikai társadalmat a támogatókra, akik igenis Amerika szerepét hangsúlyozzák a világ rendjének a védelmében a kommunizmussal szemben, illetve az elutasítók hangja, és ez a végtelenül megosztott Amerika így érkezik meg 1968-hoz, és a következőkben az 1968-as évről szeretnék felvillantani képeket, mert ez az az év, amely egy nagy fordulatot hozott a világban, erre majd a végén utalni fogok. Ugye Chicagóban a Demokrata Párt elnökjelölő konvenciója van, hiszen az eredeti jelöltet, Robert Kennedy-t, John Fitzgerald Kennedy öccsét és igazságügy miniszterét meggyilkolják, és ezért új jelöltet kell találni a demokratáknak, és a városi parkban gyülekezik a tömeg, többek között ez a Fiatalok a Demokráciáért csoport, Abby Hoffman és Jerry Rubin vezetésével, és tüntetnek a Hilton Hotel előtt, ahol ugye a jelölő gyűlés van, és több ezer rendőr és katona brutálisan szétveri ezt a demonstrációt, és erről írta Norman Mailer, amerikai író, a Chicago Ostroma című munkáját, ha nézőnek van kedve, olvassa ezt végig. És ugye azért érdekes, mert ez a mozgalom is jelöl egy elnököt, mégpedig ezt a képen látható kismalacot, Pigazuszt, és őt szeretnék amerikai elnökké tenni, ezzel kifejezve véleményüket az amerikai politikai elitről 1968-ban. Párizsban is történik egy nagyon érdekes dolog, amely mai napig szemléletformáló. Ugye a képen gúnyosan mosolygó Daniel Cohn-Bendit, egy elzászi fiatal ember az egyetemen, a Sorbonon tanul, és követelik elsősorban azt, hogy koedukáltak legyenek a kollégiumok, tehát lakhassanak a fiatalok a barátjukkal vagy a barátnőjükkel. Amikor ezt a rektor megtiltja, akkor 1968 májusában egyetemfoglalást hajtanak végre, és ehhez csatlakozik több tízezer, százezer párizsi, hiszen közben munkaügyi törvény módosítás is zajlik, és millió sztrájk lesz, és Párizs szerte barikádok emelkednek, és utcai harcok vannak, és Németországban
és van egy Rudi Dutschke nevű úriember, fiatalember, aki már családos, de ugyanígy a fiataloknak több jogot követel ő is, őt egy szélsőjobboldali személy fejbe lövi a patika előtt, mikor a gyerekének lemegy gyógyszert vásárolni, és Prágában, ugye ebben az évben, augusztusban történik meg a prágai tavasz leverése, amikor a szovjetek és a Varsói Szerződés csapatai, köztük magyar csapatok megszállják Csehszlovákiát, és Prágában a bölcsészkar előtt egy Jan Palach nevű 19 éves fiatalember, egyetemi hallgató felgyújtja magát a megszállás ellen tiltakozva. Tehát látjuk, hogy a 68-as év világszerte, és említhetném még Londont, említhetném még Mexikót, mindenhol az fiatalok az utcára vonulnak és követelik részvételüket a politikai hatalomban. De ez az álom a 60-as évek végén véget ér, a 70-es évek elejére, hiszen kiderül, hogy ennek a mozgalomnak, a hippi mozgalomnak, a popkultúrának az ikonjai és szentjei kábítószer fogyasztás miatt meghalnak a legtöbben, vagy nagyon sokan közülük, és vagy egy életre retardáltá válnak, és kiderül, hogy ez nem egy annyira jó dolog, ez a tudatmódosítás. Ráadásul üzletté válik az ifjúsági mozgalom, tehát pont az, amit el akartak kerülni, hogy üzlet legyen, és anyagias legyen, hanem inkább a spirituális tudattágítás jellemezze az embereket. Hát kiderül, hogy a legnagyobb üzlet pontosan ez, és rájönnek, hogy kívülről nem változtatható meg a rendszer, és a 70-es évek elejétől a volt hippik és jippik, és a 68-asok elkezdenek beépülni a politikai életbe, és el kell mondanunk, hogy napjainkban ennek a generációnak a tagjai a fő döntéshozók. Ha megnézzük például az Európa Parlamentet, rengeteg 1968-as arcot látunk benne, köztük Daniel Cohn-Bendit is szerepel, vagy szerepelt az elmúlt években az Európa Parlamentben, és amikor őt megkérdezték erről, hogy mikor Európa Parlamenti képviselő lett, hogy hát Monsieur Cohn-Bendit, hát nem erről beszélt 68-ban, hogy ilyet így nem lehet beépülni a rendszerbe, és kívül kell maradni. És akkor mit mondott erre Cohn-Bendit? Azt mondta, hogy nézze uram, aki nem változik, az hülye. Nézzük meg a popkultúra és a tömegkultúra hatásait. Először is megszületik a rock business, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mintha a YouTube-ra fölmennek, vagy bemennek, még vannak hagyományos lemezboltok, CD-boltok, rengeteg zene, rengeteg album készül, és ezeket, ez egy óriási üzlet, a turnék ilyenek, a kegytárgyak ilyenek, a nosztalgia fellépések, tehát óriási üzletté válik. A fiatalok, mint üzleti csoport, célcsoport megszületik. Ma már vannak bizony olyan termékek, amelyek az én generációmnak már nem ajánlottak, hanem kifejezetten a fiatalok számára készülő termékek. Szexuális forradalom is ide kapcsolható, a hagyományos házasság elutasítása, illetve figyelmen kívül hatása, hagyása, tehát ez is egy hatása a tömegkultúra, a popkultúra megszületésének. A feminista mozgalom nem a nők egyenjogosításáért küzdő, hanem a radikális feminista mozgalom is ide tartozik, amely minden férfiben és minden hímnemű élőlényben potenciális ellenséget lát. A meleg büszkeség napja is 1969-ben születik meg, amikor egy New York-i melegbárban a rendőrség kábítószert keres, és kábítószer ellenes razziát tartanak, és néhány kábítószerkereskedőt, bűnözőt el is fognak, és a bárban lévő melegek, ugye ez a Stonewall nevű melegbár, elbarikádozzák magukat és szembeszállnak a rendőrökkel, amely, mint mondom, nem melegellenes razziaként indult, hanem kábítószerkereskedelemről szólt, és ez ugye ma a mindenkori Pride-oknak a hónapja, időpontja,
ez a júniusi hónap. És a Föld napja ide kapcsolható, tehát a modern környezetvédelem megjelenése, és a modern környezetvédelem minden szélsősége is, amely már ugye Demetert, a Föld anyát, meg Gáját imádják istenként. Informatikai óriások ide köthetőek, hiszen például a Microsoft vagy az Apple, ez most nem bújtatott reklám, de kénytelen vagyok kimondani a cégek neveit, vezetői mind a hippi mozgalomban és a 60-as évek mozgalmaiban szocializálódnak, és bizony nagyon sok mindent be is építenek a üzletükbe, az iparágukba, és az informatikai forradalom is ebből indul ki ellen a hatására. Nagyon fontos, hogy a Jézus mozgalom a hippik között, ugyanis a 70-es évek elejétől egyre több hippi látja meg ennek a keleti miszticizmusra, kábítószerfogyasztásra épülő életmódnak a kudarcát, és fordulnak vissza Jézushoz. És a posztmodern is ennek tulajdonképpen egy nagyon erős hatása, amely ugye minden értéket és a jövő célját és a jövőt is tagadja. Milyen médiumokon keresztül működik ez a tömegkultúra? Nyilvánvalóan a pop és rock zenén keresztül. Hollywood és a filmipar közli ezeket az ideológiai dolgokat, amelyek a popkultúrában, tömegkultúrában benne vannak, nagyon izgalmas akció, romantikus filmekbe csomagolva kapjuk meg az üzenetét az üzenetküldőknek. Az internet és az algoritmusok tulajdonképpen a kereséseink bezárnak minket abba a világba, ahová tartozunk, vagy amiről azt gondolja az algoritmus, hogy tartozunk, tehát az internet is ennek egy médiuma, a popkultúrának, a közösségi oldalak egyértelműen, tehát magyarán ma már virtuális közösségeket bírnak leginkább az emberek túlnyomó részt építeni, és a személyes kapcsolatok hát leépülnek, a szociális média antiszociális embereket nevel, és a celebek is ezt az ideológiát közvetítik, hiszen emlékezzünk Andy Warholra, 15 percig mindenki lehet celeb. A televíziót és a sajtót kérdőjellel írtam fel, mert én azt gondolom, hogy ezek már leginkább a 35-40 év fölöttiek számára jelentenek valamit, a fiataloknak ez már nagyon nincs nagy hatása rájuk. És milyen célok állnak az ideológia mögött? Az egy világ ideológiája ez, és ez nem a One World utazási kedvezmény a repülőgépeken, hanem az egy beszéd, hogy egyféleképpen kell beszélni, ez a politikai korrektség, aki nem úgy beszél, ahogy ez elvárható, azt fasisztának, nácinak minősítik, az egy gondolkodás, hogy ugyanúgy kell gondolkodni a dolgokról, az egy kultúra, ha belegondolunk, az egész világ amerikai népzenét hallgat, és egy világ, és hát felmerül az a kérdés, hogy vajon ez az egy világ elmegy-e addig, hogy egy vezére legyen ennek a világnak. Ez a jövő zenéje, és túlfeszíti nyilvánvalóan egy történelem érettségi témakör kifejtését, úgyhogy nincs más hátra, mint megosszak önökkel egy ajánlott irodalom listát, és természetesen felhívjam a figyelmüket, hogy gondolkozzanak el a tömegkultúrán és a hatásain. Köszönöm a figyelmet!